Sziasztok, sziasztok, köszöntek benneteket, az M3 autóparkban vagyunk, Concertótól elkérjük a forgalmi engedélyt, egy nagyon szuper kis gépet fogunk megnézni, Peti és Feri kollégám is itt vannak, és még lesz egy jó pár dolog, amit meg tudunk nézni. Az autó egy ezüst metál színű Subaru Forester, egy S-Turbo, ez egy komoly lóerőt képvisel, ugye ez a 2000-es benzinmotor, ez egy 170 lóerős motor. Jó felszereltségű a gép, az autó az előző gazdái szerintem rendben és szépen és rendben is karban tartották. Ennek nyoma van egyszer mondjuk az autó állapota, másodszorban pedig néhány dokumentum, ami ezt ugye alátámasztja. Amit tudunk és látunk biztosan az előző gazdája elmondása szerint, hogy totál olajat használtak hozzá, rendszeresen ahogy azt kellett és illendően meg is csinálta. A járgányban van egy lefújószelep és egy állítható sportfutómű, magasságban és keménységben is állítható. Ő pedig még azt is elmondta nekünk, hogy vadonatúj féktárcsák és fékbetétek vannak a gépben. Amúgy, ha ránézünk a tetejére, akkor van egy jó nagy üvegfelület itt, ez egy elhúzható elektromos, hát fél autót lefedő napfénytető, ugye tető korláttal. A gumik, azok nyári gumik rajta, de van hozzá egy szett téli gumi, amit le fogok fotózni, és szépen majd a fotók között ugye meg tudjátok nézegetni, tehát le lehet cserélni majd róla ugye télire. Van kötfényszórom. Nézzünk alá, mi duruzsol itt a motortérben. Azt mondja, hogy itt a boxer motorunk, a lefújószelep. HKS márkájuk különben. Intercooler van itt nekünk, a generátorunk. Szépen forog, és minden rá tudok lépni a gázra, jobban mondva, tudjuk imitálni, mint hogyha rálépnék a gázra. Nagyon komolyan veszi a fordulatot, és ez nagyon-nagyon jól is megy. Ezt ki fogjuk próbálni, majd megnézzük ugye menet közben is ezt a gépet, hogy hogy fog viselkedni. Természetesen csak szolidan, óvatosan, öregurassan, ahogy a koromból ez adódik szerintem. Viszont még arra is számíthatok, ha vesztek egy ilyen autót, hogy igen, jó formájok is, hölgyek is fognak majd mellettetek ülni. Remélhetőleg tényleg így lesz, és jól fogjátok magatokat érezni. Aztán, ha lesznek majd gyerekek, akkor a telekre menvén majd tudtok rákasztani egy kis utánfutót is. Uzsgyi, lehet menni, kapálni, kasszálni, ahogy azt szoktuk csinálni, mi már így öregebben, és ezért mindenféleképpen jó, ha egy ilyen jó hosszú autótok van, aminek le lehet dönteni az ülését, és jó mélyen be lehet pakolni ide a fűnyírót, és az összes olyan dolgot, amit egy ilyen vidéki túrával az ember tud majd hasznosítani. Van benne egy roló, a kíváncsi szemekkel eltakarhatók a kis sportékáink benne, láncfűrészünk például, aztán ha alánéztek, akkor egy pótkerék van alatta, olyannyira, hogy teljesen el is van fedve, van hozzá eljúdoboz, sárga mellény, és íme ténylegesen itt látok egy ilyen kis motul olajat, ez egy komoly, jó minőségű dolog, és ugye ezt használta a gazdája ehhez a gépezethez. Ezt becsukjuk, megnézzük, hogy mit mutat a belseje. Azt mondja, hogy elől oldallégzsákos a gép, szürke bőrbelső, teljes bőrbelső. Ugye én elhúztam ezt a rolót, egy ilyen napfény roló van itt még, ezt el tudjuk húzni, amúgy pedig szépen elcsúszik az egész, ezt is kipróbáltam, működik benne a napfénytető. 4 darab elektromos ablak, ugye az ajtónk ugye az keret nélküli, és csak az üveg marad itt, dögös és sportos, jól néz ki nagyon. Tehát 4 darab elektromos ablak, elektromos tükrök, az első ülésünknek kartámlája van, ez ugye ez a legelhasználtabb ugye általában az autók esetében, ez, ebben az esetben is ez látszódik. Van egy webasztó állófűtés benne, 302.347 km futott, előttem egy Momo bőrkormány. Íme, ezt kicsit lejjebb halkítjuk, sőt,
kikapcsoltam ezzel a mozdulattal, és akkor itt a napfényt tettünk, amit ugye el lehet húzni, és mondottam nektek, hogy ez működik is, úgyhogy ez tényleg teszi a dolgát. Azt mondja, hogy mi van itt még, itt a jobb oldali légzsák, itt pedig a srácoknál, Peti és Feri kollégámnál van néhány dolog. Ugye, hát nem Magyarország, itt azért sokan nem vásároltak 99-ben egy ilyen nagyon drága járgányt. Ez 2008-ig vezetett szervizkönyves autó, tehát akkor azután került be ugye az országba, tehát addig is foglalkoztak vele, szeretgették, és a pontos forgalma helyezése pedig itt az első lapon látjátok, 99. február 16-ai a jármű, ez az övé. Aztán én kinyomtattam a magyarországi futás teljesítményről a dogsheet, ugye 19-be került az országba, 257 óra állással, ezt ugye ti is látjátok, ha megnyitjátok, itt a gépkönyve, aztán itt van a forgalmi engedélye, és ugye a törzskönyve az autónak, és ha megforgattam volna a forgalmit, akkor láttátok volna, hogy 25.4. hó, ugye 18-ig van műszaki vizsgája. Aztán vannak más jó dolgok is még. Itt van egy kis tárlórekesz, ülésfűtés, amit én most éppen tesztelek, és jó meleg az embernek a fenekét ugye melegíti, mind a két ülést ugye. Aztán van itt egy automata váltó, abszolút ritkaság szerintem, túl sokat nem találtak belőle. Van itt egy CD rádiónk, és ugye egy manuális klímánk, amit be tudunk itt kapcsolgatni. Tárlórekesz itt középtájon, és megvan a két kulcsa, és a webasztónak a távirányítója. Ennyit találtam benne. Bekötöttük a dolgokat. Megpróbálunk vele haladni is. Nem mentem még vele. Most itt én is rendőrség, polisz. Ujj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 
Kiállunk ide. Jó kis stabil, kemény futóművel van szerelve a gép. Kiveszem sebességből, azt mondja, hogy hátra park fokozat. Nézzük meg, hogy akkor mi van a kezemben pontosan. Azt mondja, hogy egy távirányító, kettő, a webasztónak a távirányítója. Ez egy komoly jó dolog különben, főleg most ennek eljött az ideje, hiszen itt van a nyakunkon a tél. Be is röffentettük, ugye, mint látjátok, a fordulatszám mérőn, ugye. De jó hangja van. Tetszik nagyon, behúzzuk ezt a rolót, nagyon világos van. Íme ígyni. Ez is megtörtént, és akkor szerintem lassan nekiugrunk itt ennek a kis rövid próbaútnak. Nyitva felejtettem, nincs bezárva. Szuszog itt ez a lefújó szelep, óriási poén. Megkeresem a téli gumit, ha visszamentünk, és szépen berakom a gépbe, meg lefotózom, ahogy beszéltem. Rakja szépen a sebességeket. Íme. Ez volt a rövid próbót, az autó egyenesen ment a váltó, normálisan váltogatott, a fék az rendesen fogott, meg tudtam állni könnyedén. Bemegyünk itt a zsinór alatt. Éme, ott a tesója, nézzétek meg, milyen szép ez a kék színű VRX-ünk is. És akkor ti jöttök itt az M3 autóparkban, megtalálható ez a Subaru Forester. Összkerék hajtással, ezzel a 170 lóval, automata váltóval, működő extrákkal. Köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek be hozzánk. Ezt, ha megnyomjátok, azt köszönöm szépen, legyetek jók, sziasztok, a viszontlátásra!